összepakolom nektek a 20 darab csücs. Jó. Hosszú, rövidet kértem. Rövid, két csomó. Kérdel itt van. Kettő darabot tudok becserélni sajnos. Micsoda? Mert csórós el van. Az injekciós zsakhasználó között a HIV fertőzöttek száma az nagyon alacsony. Ennek az itt az elsődleges oka az az, hogy 96 óta van tűcsereprogram. Amikor arról beszélünk, hogy különböző vírusok, mint a hepatitis C vírus 80%-os előfordulási arányban van jelen a kliensek között, akkor azt is tudjuk, hogy a hepatitis C vírus az elsősorban injekciós használat útján terjed. De a HIV vírus, ami az AIDS betegséget okozza, így is terjed, de az már a szexmunka, a prostitúció által is. Ezért nagyon fontos az, hogy a tűcsereprogrammal megakadályozzuk a HIV vírusnak a felbukkanását és a kilépését ebből a térből. Bukarestben és Athénban nem foglalkoztak a tűcserével, politikai nyomásra bezárták, és meg 36-szorozódott pillanatok alatt az intravénás droghasználók között a HIV fertőzötteknek a száma. Ha a képpont bezár, Budapest is le fog zajlani ez a folyamat, onnantól kezdve nagyon-nagyon sok pénzbe kerül majd ennek a vírusnak a lokalizálása és a HIV-robbanásnak a fékezése. Miközben kiszűrték az első HIV-pozitív droghasználókat a Józsefvárosban, a járvány ellen egyedül harcoló tűcsereprogram hamarosan bezár. Egyetlen HIV-pozitív ember gyógykezelése akár több millió forintba is kerülhet egy évben, viszont 10-20 ezer forintban lehetne biztosítani egy évben a steril injektáló eszközöket egyetlen drogfogyasztónak.